Fáradjon be! Én vagyok a hófejéke, a nevem is hófejéke. Szívem lelkem hófejéke, meglátod, ha belenézel. Foglaljon helyet, hölgyem! Én? Természetesen, hölgyem. Nagyon izgatott vagyok, mert én még sosem nem jártam pici páternél. Pszichiáter? Egészségére. Én pszichiáter vagyok. Nem baj, úgy is lehet mondani, csak annak semmi értelme nincsen. Na nyugodjon meg, és vetkőzze le az alá. A gombinét nem kell. A gombinét? Igen. Ja, a gombinét azt nem. Én pszichiáter vagyok, a lélek orvosa. Engem a belső problémái érdekel. Csak az a baj nálam, hogy nekem a belső problémáim a gombiném alatt vannak. A gombinéja? Hát akkor mondja el bátran. Én vagyok a hófejéke. Igen. Igen. Meg se lepődik. Egy pici fáter. Nincs ebben semmi különös. Meséljen. Meséljen. Fél óránkon hamupipőke jön fél óra múlva. Hamucipőke is ide jár. Meg a piroska, meg a farkas. És nem fél attól, hogy a farkas egyszer jól megharapja? Hát ha tudna harapni, nem járna hozzá. Mi a baj? Én egy különleges eset vagyok. Mindenki az, aki hozzám jár. Képzelje el, az egyik betegem csizmás kandúrnak képzeli magát. Minden nőnek az ölébe ugrik és dorongol. De speciális terápiámmal tényleg sikerült kigyógyítani a betegségét. És már nem ugrik? Ugrik, de nem dorong. Ja. Annak, hogy én hófehérke vagyok. Vagy annak képzeli magát. Igen, igen, annak. Szexuális következményei vannak. Na, több távol ide fogunk kiukadni? Az már régen megtörtént. Na, miről van szó? Hát, ajól, hogy én szeretem a törpéket. Semmi baj. Törpe komplexus, szexuális eltévejedés. El vagyok tévejegve. Nem, a törpekomplexus nem betegség, a szakirodalom hívja így. A szenvedély nem ismer korlátokat. Az én szenvedélyem biztos, hogy nem ismer korlátokat. Ha a doktor úrnak 50 centivel rövidebb lenne, akkor nem tudnám magam tűztetni. Nem, nincs ilyen engem, nem vagyok ilyen rövidárú. Mi az oka a törpék iránti vonzalmának? Az, hogy nagy javágyó vagyok. És volt már törpénél magasabb férfival kapcsolat? Nem, soha. És hány törpe volt az életében? Hét, mint hófejékének. Ne próbáljuk elfelejteni. Az csak egy mese. Hogy volna már mese? Hát csak nem képzeli a doktor úr, hogy hófejéke megőrizhette volna az ájtatlanságát a hét törpe mellett. Úristen, hogyha mese lenne. Jézus Mária, hogy mi lehetett, amikor azok a törpék följöttek a bányából? Na, ne irigykedjen, ne irigykedjen. Halljam, ki volt az első törpe. A kuka. A kukába estem bele. A kukába. És talán benne egy kidobott törpék. Dehogy a kuka volt a törpe. Na hát akkor most kezdjük elő. Ő is mindig azt mondta nekem, hogy kezdjük előjön, mert a kuka férfi volt. Azt hittem egy szemetes vödör. Ja. És miért a kukának nevezte el? Azért, mert kicsi volt, kuka volt, és ilyen picike helyen elfélt. Értem. És akkor? És akkor? Megmondom őszintén, hogy nagyon érdekes volt a kukával, csak egyszerűen nem bírtam elviselni, mert nehogy azt hitt, hogy
Ne olyan szükség, hogy olyan kicsi volt mindig. Figyelj ide te! Mondd nekem azt, hogy hófehérke. De hát én nem vagyok törpe. De még lehet! Mondom, a kuka se volt törpe, csak én egyszer fogtam magam, és egy kis nagyon finom, finom kis drisós vízzel, ami meg volt olyan mindenféle csósabban ilyen még keverve, és az a jól leöntöttem, és rögtön kell, hogy akarod nálam, mindig van ilyen kis vizecske. Nem. Éha. És meddig voltál együtt azzal a szerencsétlen összenőtt kukával? 3 hónapig. Na, akkor találkozom a videójal. És vele meddig voltál jóban? Azzal teljékig. Érdekes. És aztán? Aztán jött a videó. Az is jó volt. Aztán utána jött a tudor. Jaj, az olyan okos volt. Képzeld, kandudátus. Kandidátus. Nem mindegy, az neked az a fontos, hogy kambol. Aztán jött a szende. A nagyon, nagyon jó volt. Komolyan mondom, rettetesen jó volt, csak az meg képzeld el. Az állandóan, amikor végre oda tudod, ahová el kell, már ott voltunk, akkor mindig elpiul. Na, ezt ne részletezzük, jó? Morgó! Én? Dehogy, morgó volt a következő törpe. Az félték, egy őt volt, de rettetesen. Megcsalta? Kivel? Habci. Egészségügyi. Habci volt a következő törpe. Az a volt a legjobb, az borzasztó jó volt, csak annak volt egy rettetes tulajdonsága, ami miatt szakítanunk kellett, meg képzeld el, amikor tudod már majdnem akkor, hogy akkor ő mindig azt mondta, hogy Habci, és leszakott alattunk az ágy. És miért nem cseréltek ágyat? Habci cseréltem ki, Szundira. Há, ez egyik nagyszerű, eljutottunk a végére. Szundi, az meg állandóan szundított. Akkor is, amikor... Akkor is, amikor. Akkor mit szeretett csinálni? Jól lelezni. Igen, kimentük a ligetbe, jól lelezett, és akkor képzeld el, akkor elaludt, akkor én ott a dajkágat, akkor jöttek az emberek, és azt mondták, hogy éles Istenem, de aranyos ez a kis gyerek, ezen látszik, hogy nem tápon nevelkedett. Aztán utána meg, aztán amikor elaludt, és akkor jöttek, voltak olyan emberek is, akik azt mondták, hogy na hát igazán, mennyi ideig szopott ez a gyerek? És most azért jöttél el hozzám, hogy segítsek kigyógyulni a törpékből? Igen. Hogy végre megtaláld az igazit? Igen, az igaz. Szerinted szeretett engem valaki, aki nem törpe? Tudod, aki a normális ember? Olyan kedves, udvarias, szeret engem, okos. Mondd, te nős vagy? Nem. Akkor igent mondok. Igen, mondd? Igen. Nem adok mások. Nekem rendelt az élet. Az ő másnak nekem. Nem adok másnak, ha kell, hajtolok, érted? Érted? Értem. Érted, vegyél feleségül. Hát azt mondja, azt azért nem. Akkor velem mi lesz? Akkor sírok. A barátod még lehetek? A barátod? A barátod lesz. A barátom lesz. Az esőt megállítani úgy sem tudod. A szelet megfordítani úgy sem tudod. És a perc oldja fel
Azért vannak a jó barátok, a rég elvesztett álmok, visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogság visszaidézzék egy vázos napon. Az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudom. Az érzést elhallgattatni, úgy sem tudom. Újjaim közt a pont, elszállít szürke pont, és a vád viszi el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett áll, visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogság visszaigézi egy vályos Vannak a jó